Another little wannabe gangster trying to play hard. A második magyar bajnoki futam. Ugye szívemhez közel áll nagyon, mert nagyon sok barátom van itt. Szerettem is a pályát, viszonylag gyors voltam rajta. Elhoztam a két izraelit. Ezzel próbáljuk egy picit a magyar bajnokságnak a színvonalát erősíteni. És az evolúció ugye ezt kívánja meg, hogy ugye az utánpótlást neveljük. Tehát jobbat szeretnénk belőlük csinálni, mint amilyenek mi voltunk. Szerintem nagyobb verseny volt például most 85-ben, mint a Magyarországon az első osztályban látnánk. Nagyon szokott menni, de szeretem nagyon. A talaj jó volt, mert előtte csinálták meg, nekem nagyon tetszett. Rajtnál sajnos összeakadtunk az egyik versenytársammal, elestem, és onnan kellett utolsó helyről feljönnöm, és a végére a harmadik helyen tudtam beérni a célba. Az időmérőm nehéz lesz mindenkinek, nagyon egyformák vagyunk sokan. Hát a rajtnál eldől minden. És hol fogsz rajta? Legbelül. Megölöm. Tényleg? It got a little bumpy, so it was a good training and a good race. There are not a lot of races now, and so to get into a rhythm for the European Championship and the World Championship, it's good to race. We'll be right back.
Monoron szoktam motorozni, mert nyáracsáza, szóval igazából szeretem a homokot. Elég sokan voltunk, de hála az Istennek mi a hármas rajtszámúval gyorsabbak voltunk egy picivel, és el tudtunk kicsit menni tőlük. Úgy gondolom, hogy a pálya eléggé feladta a leckét mindenkinek. Ki tudtam hozni a maximumot magamból. Elég sokat készültem. Nagyon rég nem volt már hasonló eredményem.